1301. Jelentős dátum a középkori Magyar Királyság történetében. Ekkor hunyt el harmadik András király, s mivel fiú utódja nem volt, halálával férfiágon kihalt az Árpádház. A magyar trónért három leányánk jelentkező is akadt. Közülük a Nápolyból érkező, Anjouházból származó Károly került ki győztesen. Nem volt könnyű dolga, mert elhúzódó küzdelmet kellett folytatnia azért, hogy elismerjék királyként. A koronázásának érvényességét sem sikerült problémamentesen elfogadtatnia. A korabeli szokások szerint ugyanis a szertartás alkalmával három szabályt mindenképpen be kellett tartania ahhoz, hogy valóban magyar királynak mondhassa magát. Egyrészt a koronázást csak az esztergomi érsek végezhette el. Másrészt a helyszín sem volt mindegy. A ceremóniát a székesfehérvári bazilikában kellett megtartani. És végül, de nem utolsó sorban, a koronázást akkor tekintették érvényesnek, ha az a Szent Koronával történt. Ha bármelyik szabályt figyelmen kívül hagyták és nem tartották be, akkor az egész eljárást érvénytelennek kellett tekinteni. Károlyt kétszer is úgy koronázták meg, hogy nem sikerült egyidejűleg mind a három feltételt teljesítenie. Mentségére szóljon, a körülmények jelentős mértékben nehezítették a helyzetét. Nem csak a többi trónkövetelő, hanem az ország felett hatalmaskodó főúrak is lépten nyomon akadályozták a királyt. Őket nevezzük tartományuraknak, mert egy-egy országrész, másnéven tartomány irányítását vették önkényesen kezükbe. Az egyik ilyen tartományúr, Kán László, 1307-ben a Szent Koronát is megkaparintotta, és nem volt hajlandó azt átadni. Ezzel lényegében ellehetetlenítette Károly szabályos megkoronázását. Csak hosszas vonakodás után 1310-ben adta át. Így már nem volt akadálya annak, hogy Károlyt immáron harmadjára, de minden tekintetben szabályosan a magyarok királyává koronázzák. Első Károly tehát elérte célját, ám még nagyon sok küzdelmet kellett lefolytatnia a tartományurakkal, hogy hatalmát megerősítse és stabilizálja.